hát igazán levághatnák már ezt a füvet is itt. A Jászárok Szállási Képviselőtestület legutóbbi ülésén került szóba, lakossági jelzések alapján a városi zöld területek, az ingatlanok előtti közterületek állapota. Akkor Csomor János képviselő jelezte, a településen jó néhány olyan ingatlan van, ahol nem gondozzák megfelelően a növényzetet. Valóban az elmúlt időszakban mi magunk is, a képviselőtestület is tapasztalta, hogy egyre több az elhagyatott ingatlan, illetve egyre több olyan rendezetlen terület van, amellyel foglalkoznunk kell. A képviselőtestület ülése után a műszaki iroda, a városgondnokság munkatársaival, illetve a közterületfelügyelővel egyeztetett a polgármester. A három területen, tehát a műszak, városgondnokság és a közterületfelügyelő munkáját kiemelten összehangoltuk ez irányba. Úgyhogy a három szakember, a három vezető még szorosabbra fonta az együttműködést, napi szinten koordinálják ezt a folyamatot. Először mindenképpen az elhagyatott ingatlan tulajdonosát kell felkutatni, felszólítani az ingatlan rendbetételére, és csak azután történhet egyéb beavatkozás. Én azt gondolom, hogy most a közterületfelügyelő alkalmazását sokkal gyorsabb lesz ez a folyamat. Már működik, már több visszajelzést kaptunk, hogy megoldódtak ezek a problémák. A felszólítást követően a hivatalos határidők betartásával tud intézkedni a városgondnokság. Ez a csapadékos időjárás miatt többlet feladatot és többlet költséget ró a városra. A legsürgősebb, balesetveszélyes helyzetek elkerülését célzó beavatkozásokat pedig soron kívül végzik el. A település lakossága, én azt gondolom, hogy zömmel és nagy többségében fegyelmezett, betartja az itt erre vonatkozó rendeletet, illetve a helyi szabályozást is, és minden lakos, minden ingatlan tulajdonos tisztában van a kötelességével. Mégis azt gondolom, hogy nem tudjuk elégszer felhívni a figyelmet, hogy mindenki a lakóingatlana előtt a saját környezetét tegye rendbe, az árkokat, illetve vágja a füvet, és azt is megköszönöm ezúton, és továbbra is várjuk a lakosságtól az észrevételeket, a bejelentéseket. Továbbra is keressék a közterületfelügyelőt. Hozzátette, az odafigyelés, a lakossági példamutatás rendkívül sokat számít ezen a területen is. Az önkormányzat a települési költségvetésből, illetve a városgondnokságnak biztosított pénzügyi keretből finanszírozza az intézmények előtti zöld felületek, illetve ha a fentiek szerint szükség van rá, a magánkézben lévő ingatlanok környezetének rendben tartásához szükséges költségeket. Nyilván a városgondnokságnak is van egy költségvetése, abban szerepeltetve vannak a költségek, de felső korlát nincs ebben a tekintetben, tehát nyilván amit az igény felmerül, azt elvégezzük, és az idei évben pedig a közterület felügyelő bevonásával egy olyan plusz szolgáltatást vagy munkát is végzünk, hogy ahol valamilyen oknál fogva nem eredményes a hatósági fűnyírásnak az elvégzése, ott megrendelésre a városgondnokság lenyírja a füvet. Mindemellett ütemezetten látják el a parkok egyéb területek gondozását. A városgondnokság a zöld területeket részben a saját munkavállalóival végzi el, illetve megbízási szerződésben külsőst alkalmazunk fűvágásra, ugyanis saját előforrásból ezt teljesen nem tudjuk megoldani. Az elmúlt év egyelőre nagyon csapadékos, így a fűvágás már többször kellett megtenni, talán a negyedik vagy ötödik alkalommal vágjuk a közparkjainkat. A Jászárok Szállásiak ezzel együtt is a tapasztalat szerint nagy többségben partnerként fogadják a közterületfelügyelő kéréseit. Jól állnak hozzá a lakosok, van, akit meg se kell szólítani, van olyan, akivel becsöngetek, bekopogok, megkérem, hogy az árokig, mert ezt ugye köztudott a lakosság számára is, hogy az ingatlanán, a közterületen, az útig az árkot és az zöld területet rendbe kell tartania. Jól állnak hozzá a lakosok. Még írásbeli figyelmeztetést egyet sem kellett kiküldenem.